A miniszterelnök Hajdú Péterrel, az üzletemberrel, Hajdú Péterrel a producerrel, bármit a kedvei asztalhoz. Ez bizonyítja az is, hogy Hajdú Péternek a Magyar Állami Televíziótól van szerződése, felkérése a cégének, aztán a miniszterelnök nem Hajdú Péterrel nem ül le ezt egy asztalhoz. A miniszterelnök azzal a szarkupaccal nem ül le egy asztalhoz, amit Hajdú Péter a nyilvánosságban jelent. Ami szarkupac az arról ismerszik meg, hogy bűzlik, barna és legyek járnak rá. Ez mit jelent a nyilvánosságban? Ez a fogalom. Mit jelent? Fogyatékos emberekkel? Hajdoklókkal? Rákbeteg gyerekekkel interjúzni egy late night show-ban? Ebben nem vesz részt a miniszterelnök. Ehhez nem adja az arcát és a nevét a miniszterelnök. A hajdokló és gyászoló emberek szennyesében turkálni? Ez az a közeg, ez az a kontextus, amihez a miniszterelnök nem adja a nevét. A Hajdú Péter nem személyében szarkupac, Hajdú Péter szerepében szarkupac. Hajdú Péter a nyilvánosságban betöltött szerepe által szarkupac. És a miniszterelnök ezzel a szarkupaccal nem ül le egy asztalhoz. Mit kellett volna mondanom, tisztelt bíró úr? Mivel nem ül le a miniszterelnök egy asztalhoz? Rózsacsokorral? Mit kellett volna mondanom? Hogy fejezem ki? Hogy fejezem ezt ki? Mi az, amivel egy kultúrember nem ül le egy asztalhoz? Hát ez a szarkupac. Ez az, amivel nem ül le a miniszterelnök egy asztalhoz. Szerintem ez az eljárás, ez arról szól, az én számomra, hogy egy nagyhatalmú, milliárdos oligarcha a negyedik hatalmiágnak az egyik legbefolyásosabb és legismertebb reprezentánsa nyilvánosan kritizálható-e. Ez a per, ez arról szól, hogy ki lehet-e mondani a hajdoklókkal, gyászolókkal, fogyatékosokkal, rákbeteg gyerekekkel interjút készítő Hajdú Péterről az őt megillető véleményt. Tisztelt bíró! Közveszélyes pszichopatának nevezett engem az ember. Közveszélyes pszichopatának. És azt mondta, hogy a miniszterelnök nem hajlandó a szarkupaccal egyöztetőhoz ülni. Nem a műsorra mondta rám, mert én ott szeretném, hogyha ezeket nem próbáljuk kibújni a felelősség alatt. Én azt mondtam, azt hittem, belegye be. Odállok, én mondtam, mindesen megérte. Nevetséges ez az egész, amit csinálnak. Gyávaság. Azt mondanám közös, hogy a pszichopata megsértette a becsületet, én azt gondolom. Azt mondanám, hogy szarkó, aztán magyarázkodjon, álljon bele, hogyha ilyen magánat. Szépen. Hajdú Péterről mondtam, hogy a miniszterelnök nem ül le a szarkupaccal. De nem Hajdú Péter, ezt már egyszer elmagyaráztam. Nem Hajdú Péterrel a magánszemélyen nem ül le, hiszen vele a köztévé szerződést kötött. Hát ez azt hiszem, hogy világos, napnál világosabb. Nem Hajdú Péter személyéről volt szó, Hajdú Péter szerepéről volt szó. Miről szólnak azok a cikkeim, amelyek miatt a bíróság elé citáltak engem? Miről? Hajdú Péternek a személyéről? Hajdú Péterről, mint magánemberről? Hogy ő egy szar alatt, mint magánember? Hát dehogy is. Hát olvassuk már el a mondatokat, hát nem csak a szavak jelentését vizsgáljuk. Hát arról van szó, hogy ez nem közügy. Hát miről szólnak ezek? Miről szólnak ezek a cikkek? Hát olvassuk el a kontextust, hogy ezek a cikkek egyenként, egytől egyig arról szólnak, hogy Hajdú Péternek a nyilvános szereplése, a nyilvános tevékenysége, az a társadalmat tömeggézüllesztés és bomlasztja. Ha én Hajdú Péter személyes becsületét akarnám megsérteni, ha ez lenne a szándékom, ha ez lenne a célom, akkor vajon békülnék-e azzal a feltétellel, hogy Hajdú Péter a jövőben nem szerepeltet fogyatékosokat, rákbetegeket, hajdoklókat, gyászolókat? Békülnék vajon ezzel a feltétellel? Ha én a Hajdú Péternek a személyes becsületét akarnám megsérteni, beérném ezzel, és soha többé lenne írnám a nevét. Hol beszélünk itt személyes becsületsértésről? Miféle személyes becsületsértés lesz? Itt közügyekről.
erről van szó. Én ennyit szeretnék elérni. Én azt akartam, hogy ez törjön át a média zajon. Ez. Hogy ne szerepeltessünk nyilvános kereskedelmi televíziós műsorokban hajlókunkat, gyászolókat, beteg nyomorék embereket. A... Igen, nincs, hanem az utolsó szó jogán, a vállalat azt mondja, hogy akar, és tűnik, ez mondja szépen jó, utolsó szó jogán, meg kell hallgatni. Tisztelt bíró, Hajdú Péternek azért kell engem végig hallgatnia, mert Hajdú Péter ezt akarta, ezt az eljárást. Mert ez az én üldöztetésemnek a része, de Hajdú Péter sérti még az is, hogy védekezem. Hajdú Péter a pénzt elteszi, amit nyomorék, fogyatékos, haldokló, gyászoló emberekből facsar, abból a pénzből fényesen él, de a kritikát nem tűrje. Azt nem. Csak a pénzt. De a kritikát üldözi. A pénzt elteszi.